A korábban osztályvezető főorvosként, majd orvosigazgatóként is dolgozó Szűcs Attila, tapasztalt vezetőként állt az ország egyik legnagyobb egészségügyi intézménye, a szabolcs Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató Kórház élére. A COVID-járvány csúcsán például 120 intenzív ágyat különítettek el az intézményben a súlyosan fertőzött betegek számára. Ekkor a megye hat városában lévő kórházaknak is együtt kellett működniük. Ez egy tanulási folyamat volt, amely a jövőt is előrevetítette az egészségügyben dolgozóknak. A cél, hogy szorosabban tudjanak együttműködni a tagintézmények, ez a folyamat pedig már elkezdődött például a Máté Szalkai telephelyen és a Fehérgyarmati telephelyen a két addig önálló osztályként működő anesteziológiai és intenzi osztályt összevontuk, és így most már együtt látva és kezelve a humán erőforrás lehetőségeinket tudjuk mobilizálni mindig oda az embereinket, ahol az aktuálisan a legfontosabb és a legnagyobb humán erőforrásra van szükség. Most október 1 a személyzeti ellátás tekintetében az SSBMK-n belül egységesítettük az ellátást, azaz egy személyzeti van, amelynek van egy Máté Szalkai egynapos sebészeti részlege, ahonnan Nyíregyházáról egy kolléganőt neveztünk ki részlegvezetőnek, és ő irányítja most már a Máté Szalkai ellátásnak a mindennapjait. Azaz, amikor integrációról beszélek, erre gondolok, hogy összevonunk osztályokat, átirányítunk kollégákat azért, hogy mindig ott tudjuk biztosítani a megfelelő humán erőforrás, ahol az adott napon, az adott pillanatban a legfontosabb és a legnagyobb szükség van rá. Csak így lehet biztosítani a szükséges és elvárt ellátási színvonalat, és így tudják kiküszöbölni a szakorvosok és ápolók hiányát. Ezzel kapcsolatban a főigazgató úgy fogalmazott, érdekes kettőséget lehet megfigyelni a Szabolcsi Egészségügyi Intézményekben. A Jós András oktatókórházban, Nyíregyházán sokkal jobb az orvos szakmai humán erőforrás létszám. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt három évben 85 új orvos rezidens érkezett az intézményeinkbe. Mindenkit mert így szeretnék a fiatalok és a jó András telephelyre veszünk fel, de úgy, hogy mindenki tudja, hogy mindannyiunknak minden egyes telepely a munkája, azaz bármikor, ha szükség van rá, bármelyik telepen dolgozunk. A Máté Szalkai, Fehérgyarmati, Nagykálói vásáros telephelyen ott jobb az ápolás szakmai humár erőforrás, ott ormos szakmai hiány van létszám tekintetében, ezért ma is minden nap a sürgősségi osztályra, a gyermekosztályra, ha kell az intenzív osztályra, a traumatológiára, a telephelyeink mennek ki kollégáink nyíregyházáról, mind a nappali munkavégzésre, mind az ügyeleti munkavégzésre, hogy tudjuk biztosítani ott is a megfelelő magas színvonalú ellátást. A főigazgató hozzátette, a családbarát intézmény lehetőségeit is szeretnék erősíteni és bővíteni. Ennek egyik fontos lépése volt a 118 ágyos nővérszálló nem régletett alapköve. Mint elmondta, jelenleg a humán erőforrás a kulcskérdés a kórházban, hiszen gépek mennyiségét és minőségét tekintve megfelelő színvonalon van a kórház. Ezt az elmúlt években elnyert, mintegy 18 milliárd forint értékű támogatás is segítette.